A hősi halált halt kuruc hősök tiszteletére szervezett megemlékezést a Halasi Városmenedzser Kft. 1703. október 5-én a Rákóczi szabadságharc egyik legvéresebb csatája zajlott városunk határában, amelyben 234 kurucvitéz vesztette életét a szabadságért. A császári erőknek sikerült meglepniük a mintegy 3000 fős magyar csapatot, a csatát bár elvesztették, a térség ellenőrzése mégsem került a Habsburgok kezébe. A Szilády Áron Református Gimnázium diákjainak emlékműsorában felidézték a 320 évvel ezelőtt történteket. Május 6-án kiadták a Brezáni kiáltványt, melyben hadba hívták az ország népét a Habsburgok ellen. Ezen a napon kibontották a szabadságharc zászlaját, rajta Cum Deo Pro Patria et Libertate, Istennel a hazáért és szabadságért felirattal. Ez a felirat látható ma is a parlament előtti Rákóczi lovasszobron, a Kossuth téren. Cum Deo Pro Patria et Libertate. A reformkorban tilos név volt Rákóczi, ezért csak körülírás jelzi a szabadságharcot Vörösmarty versében. A műsort Palásti Károly mesterpedagógus állította össze. Ezt követően Bocskorás Bertalan elnök lelkész lépett a mikrofonhoz, aki szerint komoly jelentősége volt a halasi csatának. Bár nem mi vagyunk a megye legfontosabb, legnagyobb és legerősebb települése, mégis stratégiai fontosságúvá válhatunk. Erre is tanít a mi történelmünk. Ugyanis ez a vesztes halasi csata azzal járt, hogy a szerb rácok a győzelem ellenére sem tudtak befolyást szerezni az alföldi részeken, a Dunáig tartó szakaszon. Tulajdonképpen sikerült feltartóztatni őket, és ez pont elég volt arra, hogy később a dunántúli hadművelet, ez volt az alsókar, és a felvidéki, ez volt a felsőkar, átölelje a Dunántúlon a Habsburgok, labancok bordáit, és meghátrálásra kényszerítse őket. Persze nekünk itt ez a 234 vitéz elestét jelezte, ami fájdalom, ami gyász és ami veszteség. De nem hiába való áldozatról beszélünk. Hiszen emlékeztetnek arra, hogy a kisebb helyeknek is megnőhet a jelentősége, és ezért szabad büszkének lenni múltunk még vesztes csatáira is. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És ami megtanulható a múltunkból, az segítsen helyesen megélni a jelent, és építeni a közös jövőnket. A megemlékezés zárásaként a jelenlévők elhelyezték a kegyelet virágait, koszorúit a Búsuló kuruc szobránál.